Látszik mellettem Faragó Richárd. Csak szeretnéd, jó napot kívánok, izgatottan várjuk annyiból mindenképpen ezt a mérkőzést, hogy mit tartogat nekünk a Milán játéka. A csapat eddig sajnos csalódást okozott a szurkolóknak. Még egyszer sem nyertek, már pedig ez az utolsó lehetőség, mielőtt beindul az idén. A Milán kétségtelenül kiváló rekorddal rendelkezik. 7-szer nyerte el a legrangosabb európai trófeát, és amikor elveszítette büntetőkkel azt a bizonyos 2005-ös döntőt, most azt is a legemlékezetesebb csaták között tartják számon világszerte. Sőt, ugye két év múlva hajszára pontosan megismétlődött a finálé párosítása, és ott vissza is vágtak az eredményért. A Milánnal a nemzetközi porondon is állandóan számolni kell, kiváló keretüknek hála. Fogadjunk, Ricsi, hogy nem tudod, a 60-as években itt a San Siroban boxmeccseket is tartottak. Olyannyira tisztában vagyok ezzel, kedves István, hogy még azt is tudom, hogy egyszer 53 ezeren néztek itt kökölvívást egyszerre, ami azóta is európai rekord. Köszöntök mindenki, Hajdúbé István vagyok, szenzációs lenne a közvetítés, de néha-néha velem hogy kereskedik, hogy maradni rá is. Hát most mit csináljak? Én is úgy vagyok, de néha azért tényleg bele tudok szólni. Minden is a kedves nézőket sok szeretném. Üdvözlöm Önöket a Milánsi Olimpiáról, Hajdúbé István vagyok. Mellettem szigorúan csak közvetítő társam, Faragó Richárd. Valóban ezt én is kikötném mindenképpen, jó napot kívánok. Alig várom, hogy láthassam ezt a Milánt, nagyon kíváncsi vagyok, milyen focit játszanak most. A klub az idén közelettével felmérte lehetőségeit és ambícióit. Céljuk idén, hogy részt vehessenek a Bajnokok Ligájába. Talán azt is kevesen tudják, hogy az AC Milánt még 1899-ben egy angol csipkekészítő alapította. Valóban egy Nottinghami úriemberről van szó, Herbert Kilpinnek hívják. Hihetetlen, nem igaz? Az angolok mindenhol ott vannak, a futballról van szó. Közben megjegyzem, hogy a San Sirót a Milán és az Inter is elhagyná és saját stadion építenek, de ez mindeddig egyik csapatnak sem jött össze, úgyhogy továbbra is közösen használják ezt a stadiont. Hát igen, a tervek szerint előbb-utóbb vagy a San Sirót újítják fel, vagy a két csapat egyike új stadiont épít és a másik maradi. Egy érdekesség, ezen a pályán egyszerűen nem akar megmaradni a fű, ezért sok próbálkozás után most 30%-ban műfüvet tartalmaz a gyert. Üdv a Stamford Bridge-ről, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket, Hajdúbé István vagyok! Jó napot mindenkinek, az én nevem Faragó Richárd! A mai napon nem akármilyen felek meccsét közvetíthetjük. A Chelsea, az Arsenal, mindkét csapat patináns, hatalmas nevek, óriási rajongótábor, és még Faragó Richárd is itt van. Két tradíció, két világnézet csak itt össze, szinte azt is mondhatnánk, kedves Pisti. Titáni küzdelem is lehet ebből akár, hisz a felső régiók két kiváló tagja mérkőzik meg ma a pályán, és mind a tabella első, mind a negyedik helyzetjének megvan az oka az izgalomra. Bár ezek az okok, hogy ki mit veszíthet és nyerhet, különböző. Már teljesen ott vagyunk a sorozat sűrűjében. Igen, a nyitómeccsen túl vannak a felek, most egymással szemben kell bizonyítaniuk. Dőlnek a rekordok a Chelsea-nél a 2003-as tulajdonosváltás óta. Igen, 2013-ban a Chelsea lett az első brit csapat, amely megnyerte mind a három európai serleget. BL-kek Európa Liga, sőt a Szuperkupával is rendelkezik a Chelsea. A
Chelsea aranykora 21. századi, divatos lett már a csapat, ahogy divatos Londonnak ez a déli része is. Igen, régebben egészen lehangoló volt a pálya, a csapat sem remekelt, és a környék sem volt ennyire felkapott. Valahogy összejött mindhárom, és egészen új trend indult meg a futballban, amikor Abramovich felbukkant a színre. A Selhurst Parkban vagyunk tehát, mely arról nevezetes, hogy ez volt az első stadion, amin több csapat is osztozott Angliában. Jól tudod, a Palace a Charltonnal osztotta meg a stadion 1985 és 1991 között, utána 2003-ig pedig a Wimbledonnal. Na ma is bőrigáznak itt jó néhányan. Köszöntöm Önöket ezen a válogatott meccsen, Hajdú B. István vagyok, velem van Faragó Rihárd kollégám, lássuk, miféle izgalmakat tartogat a mérkőzés. Határtalanul bizalom jellemzi, megszerezte a második gólját is. Na még egyszer nézzük meg ezt a gólját. Tökéletes lezárás egy ragyogó győzelemnek, sokkal jobban játszott a csapat, mint az ellenfél, és a fantasztikus csapat teljesítményt egy táplázatos góllal koronázzák meg. A mérkőzés nem befejeződött, a végeredmény 3-0 lett. Esélyesen volt a másik csapatnak. Igen, meglehetősen egy oldalúra sikeredett ez a mérkőzés. Ennyit már ebből a fajtából, viszontlátásra!